Hoe zo'n arma dicht perts? Dan bij haar. Varga. Mert jó eddig. Még ez is, és mészáros háta mögé jött a passz sajnos. De végre egy komáromi támadás. Mire kimondom, majdnem Bikula viharzik el. Harodnyék mellett. Ebben benne volt a szépítés az előbb. Szetei azonban mészáros mögé passzolt. Harodnyék. Szöcs. Mészáros. Ezek szerint le sem volt. Kopászek. Kudelcsik. Enjugeid. Kudelcsik. Mensa. Horavec. Kopászek, finoman. Schneider. Súlypont áthelyezéssel próbálkozott, aztán egy ügyes lyukra futtatás. Megint Bikula, villámgyors gambiai. Schneidernek vissza, Varga. Mészáros, jól tartotta meg, és indítaná Stepanovskit. De hát Óvuszú is gyors, vagy 10 évvel fiatalabb is, mint az egyik legrutinosabb. Komárom is Stepanovski, szlovan nevelés, a dacban is megfordult. Radványi keze alatt a sárga kékeknél. Óvuszú, Mencach. Kudelcsík, Krstic, nem jut el Bikuláig, Harodnyék vissza, Szöcs, egyelőre nem sok vizet zavarnak a komármi csatárok, ügyes labda, Oravec, Schneider, Schmehin lép ki jól, Stepanovski, Gambajárnak a keresztlabda hajszál pontos. Gambold. Ez is jó még. Stepanovski megint. Egy sel. Mensachal szemben. És nem lesz szöglet. Végül kivágja Óvuszú. Schmehil gondban. Eladja Schmehil. Krsticsnek ajándék. Jön Bikula. Bikula villámgyors. Hosszan veszi át. Bikula. És utoléri Krstics. Hát már majdnem úgy nézett ki, hogy Bikula lövését sikerül Brédának sarokkal valahogy reflex mozdulattal kirúgnia szögletre. Krstic nem így gondolta, és duplázik. A 25. percben már 3-0-ra vezet a Zsolna Béa Komárom ellen. Hát innen nehéz lesz talpra állni, de még nagyon sok van hátra. Minden esetre ügyes támadások, gyors labdaváltások. Krstic újabb góljával, tehát 3-0-ra vezettek a házigazdák. Gondban Radványi Mikiék.